Következő előadónk Tóth Gabriella, az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. Egyik alapítója és szakmai vezetője. Előadásának címe a fenntarthatóság és felelősségvállalás szervezeti szinten. Fókuszban a civil szektor és jó gyakorlatok. Legyen szíves, tartsa meg előadást! Köszönöm szépen. Az ebéd előtti utolsó előadás, úgyhogy próbálom nem tovább tartani, hogy ilyen szempontból ne veszélyeztessük a fenntarthatóságot. Nagyon sok diámat úgyis Robert már kirőtte, úgyhogy... Én vállalatok felelősségvállalásával foglalkozom a mindennapokban, ami szerintem nagyon sok szempontból analóg lehet a non-profit szervezetek vagy a civil szervezetek fenntarthatóságával, felelősségvállalásával is. Azért, mert azt gondolom, hogy egy szervezet működése az sokban hasonlít, és ugyanazokat az elvárásokat kell teljesíteniük egy jó fenntarthatósági programmal, stratégiával rendelkező vállalatnak, mint amit egy jó fenntarthatósági stratégiával rendelkező civil szervezettől is elvárnánk. Egyetlen definíciót tettem ide a diára, ami a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szól. Egyébként rengeteg sok definíció létezik ezen a téren. Ez szerintem az, ami a leginkább összefoglalja és jól szintetizálja azt, ami ezekben a definíciókban fontos, és ami a legstratégiaibb kérdés. Egyrészt olvashatjuk, hogy a vállalat vagy a szervezet felelős a döntéseiért és a tevékenységeinek a társadalomra és környezetre gyakorolt hatásaiért, és transzparens és etikus magatartás kell véghez vinnie, úgy, hogy az létre, vagy az hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez, ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy felelősen tevékenykedő szervezet. Ugye itt a fenntartható fejlődéses kulcs fogalma, itt egész délelőtt tulajdonképpen a fenntartható fejlődés fontosságáról hallottunk sokat. Tehát tényleg az egy kulcs kérdés ebben, hogy a vállalatoknak ehhez kell hozzájárulniuk ahhoz, hogy azt feltételezzük róluk, hogy ők felelősen működnek. És itt a kördián látszik négy kulcsfogalom, ami szintén a jó kezeléséhez hozzájárul ennek a témának. Mikor kezdtek el a vállalatok felelősségvállalással foglalkozni? Ennek több szintje volt a történelem során. Én itt egyet ragadnék ki, amikor a vállalati botrányok sokakhoz elértek, mert a média lehetővé tette azt, hogy ilyen képek a nagyvilágból elérkezzenek, és mindannyiunk retinájába beleégjenek 1989-ben, amikor az Exxon Valdez katasztrófa történt, és már nem csak a hozzánk fizikailag vagy földrajzilag közel álló tényekről viszonylag nagy késéssel tudtak a legtöbben információt szerezni. Ez egy fontos momentum volt, és nem csak a környezetvédelmi részről, de a társadalmi részről pedig például a Nike botránya lehet sokunk számára emlékezetes, amikor ezekben a kizsákmányoló üzemekről megszülettek ezek a fényképek, és láthatóvá vált ez tényleg a nagy közönség számára. Ugye az, hogy a vállalatok erre hogyan reagáltak, ennek egyik aspektusa a felelősségvállalás. Ugye a Nike is először abszolút tagadta az ő felelősségét és a szerepét ezekben a helyzetekben, de aztán az egyik CEO Phil Knight igenis elismerte az ő felelősségüket, és sokat tett azért, hogy a Nike ezeket a gyakorlatokat megszüntesse. És azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ismertek azok a szerepvállalások a mostani Nike vállalat részéről, amikor kiállnak esélyegyenlőségi témákban vagy megosztó kérdésekben. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet fenntartható egy szervezet, egy vállalat, akkor igenis kell, hogy ugye a globális aktuális kihívásokra reflektáljon.
ehhez jó keretrendszert ad ugye az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzése, aminek ugye alapvetően 2-3 kulcs kihívása vagy kulcs stratégiája van. Egyik részről ugye a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, a szegénység mérséklése áll a célok középpontjában, a másik részről pedig a természeti értékek megóvása, amin belül természetesen a klímaváltozásnak óriási hangsúlya van. Ez nagyjából hasonló ahhoz a diához, amit Robert is felvetített, csak egy kicsit szemléletesebben, vagy legalábbis ábrákkal, vagy képekkel mutatja be azt a fajta különbséget, ami a között van, hogy mi történik a másfél fokos átlaghőmérsékletváltozás esetén, ahhoz képest, hogyha ez eléri a 2 fokot. Ezek a globális kihívások, ugye amikor egy szervezet a felelősségvállalásról gondolkozik és stratégiát alkot, akkor szükséges, hogy figyelembe vegye az érintettjeit. Ők pedig azok, mindazok az egyének és szervezetek, akikről észszerűen feltételezhető, hogy rájuk a szervezet tevékenysége, termékei vagy szolgáltatásai érdemi hatást gyakorolnak, illetve akik befolyásolni tudják a szervezet stratégiájának és céljainak elérését. Hogy kik ők, azonosításukban segítenek az alábbi kérdésekre, azért jellemzően egy szervezetnek, nem tudom, hogy mennyire látható, a főbb érintett csoportjai jellemzően a tulajdonos vagy fenntartó, érintettek közé tartoznak, nagyon fontos érintettek a munkavállalók, a szolgáltatást igénybe vevők, akik a fogyasztók is lehetnek, vagy pedig egyéb vásárlók, a civil szervezetek többféleképpen kapcsolódhatnak az érintetti körbe. Egyrészt az elszámoltathatóság, másrészt az együttműködési lehetőségek kapcsán van fontos szerepük. A hatóságok, a szabályozó szervek és az érintettek fontos részei, és a beszállítók is. Tehát mind az ő érdekeiket fontos mérlegelni, és ami kifejezetten fontos, hogy számos olyan érintettje van minden szervezetnek, akik nem tudják a saját érdekeiket megfelelően képviselni. Ilyenek a jövő generációi, a gyerekek, ilyenek a hátrányos helyzetűek. Fontos, hogy egy felelősen működő szervezet ezeket az érdekeket is feltárja, és hangsúlyt helyezzen rájuk nagyobbat, mint esetleg, amit ők el tudnak érni, vagy el tudnak várni, kifejezni. A definícióból, a felelősségvállalás definíciójából ugye következik, hogy a szervezetnek a saját hatásaiból kell kiindulni, és itt nagyon fontos, hogy mindig a fő tevékenység repróbáljon reflektálni a felelősségvállalás. Így innen kell kiindulni az elérhető hatások, az elérhető pozitív hatások és a csökkenthető negatív hatások mérlegelésekor. És nyilván, hogyha minden szempontot mérlegeltünk, az érintettekét, a globális kihívásokat, a szervezet saját hatásait, akkor van egy 200 elemű listánk, és nyilván mind a 200 elemre nem tudunk azonnal fókuszálni, ezért fontos a lényeges hatások és lényeges tevékenységek kiválasztása. Erre csak egy példa, hogy ugye nagyon sokan a személyes életünkben is próbálunk felelősen, fenntarthatóan viselkedni, működni, és azért ezt érdemes meggondolni, hogy vajon mivel teszünk a legtöbb jót, és szerintem viszonylag kevesen gondolkodunk abban, hogy mi hova fektetjük a pénzünket, a megtakarításaink milyen célt szolgáljanak, pedig ezzel mondjuk 27-szeres hatást tudunk elérni ahhoz képest, hogy rövidebb ideig zuhanyzunk. Ami szintén fontos, csak a súlyok mérlegelésénél igazából minden hatásnak a következményét szükséges meggondolni. A következő dián csak ez egy összefoglaló dia, és igazából arról szól, hogy egy szervezeten belül hol jelenhet meg a felelős gondolkodás, hol érdemes és milyen aspektusokban érdemes ezt végig gondolni, és az nyilván minden egyes szervezetnél szektortól függően, vagy tevékenységi körtől függően más lesz, teljesen más felelőssége van
egy könyvtárnak, teljesen más felelőssége van egy banknak, vagy egy olajvállalatnak. A következő diákban pár szerintem jó gyakorlatot szeretnék bemutatni, egyrészt a civil szervezetek köréből, másrészt pedig a könyvtárak köréből. Ezek kiragadott példák, tehát nem semmilyen kutatási módszertan nem hozta ki ezeket a szervezeteket jobbnak, mint a többiek. Szerintem ezek olyan példák, amiket érdemes megismerni. Az egyik az a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tevékenysége, és azért választottam őket bemutatásra, mert azt gondolom, hogy az ő tevékenységük egyrészt két nagyon fontos kihívásra ad választ, egyrészt az élelmiszerhulladékok kérdésére, másrészt pedig a nélkülözők, a rászorulók éhezésének a csökkentésére. Ez az egyesület azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hatást elérő egyesület ma Magyarországon ezen a téren, és ez szerintem azért tud így megvalósulni, mert rendkívül komoly és szervezett háttér áll mindehhez rendelkezésre. Egyrészt a vállalatok, akik a egyébként hulladékká váló élelmiszereket tovább tudják adni az Élelmiszerbank Egyesületnek, ők, az ő komoly erőfeszítéseik és szervezett munkájuk kell ehhez. A másik az, hogy az Élelmiszerbank 650 karitatív szervezettel van kapcsolatban, akik a logisztikai részét megoldják annak, hogy nap mint nap eljussanak a rászorulókhoz ezek az élelmiszerek. És még egy fontos kapcsolódási pontja van ennek a tevékenységnek a vállalatokhoz, hogy önkéntes programot tesz lehetővé az Élelmiszerbank Egyesület a vállalatok számára, amikor nagyon jól szervezett módon naponta több száz, több ezer élelmiszercsomag készül el összeállítható, vagy összeállított módon, amelyeket aztán továbbítani lehet. A másik jó gyakorlat, amit kiemelnék, az a Jane Goodall Intézet, ők ugye környezetvédelmi téren tevékenykednek, és azt gondolom, hogy a szemléletformálás az, amiben élen járok, és azt gondolom, hogy bár használt mobiltelefonokat más módon is le lehet adni, és lehet azt biztosítani, hogy az újrahasznosításuk megfelelő módon történjen. Talán nekik köszönhető, hogy erről az egész témáról, ennek a fontosságáról nagyon sokan tudnak ma már Magyarországon és talán szerte a világban is. Ugye ők az iskolákhoz, cégekhez is eljutnak, és így rendkívül nagy még az elérésük. De hogy ne csak országos vagy nemzetközi szervezetek kerüljenek itt a porondra, azt gondolom, hogy a helyi szervezeteknek is óriási feladatuk és lehetőségük van, már csak abból kiindulva is, hogy ők nagyon közel vannak a helyi lakossághoz, és nagyon sokszor hitelesebben tudnak valamilyen felelős vagy fenntartható ügy mellé állni, mert sokszor nem merül fel velük kapcsolatban esetleg az, hogy nem elég hatékonyan használják fel az erőforrásokat, vagy hogy nem arra költik el a pénzeket, amire esetleg számva vannak. És egy fenntartható könyvtárak kezdeményezést szeretnék bemutatni, ami talán nem mindenkinek ismert, vagy nem tudom, hogy mindenkinek ismerte. Ez egy amerikai kezdeményezés, és alapvetően az a célja, hogy a könyvtárak szerepe erősödjön a közösségben, hozzájáruljanak a könyvtárak fenntartható jövőről, rezilienciáról, éghajlatváltozásról alkotott szemléletformálásra. Tehát mind arról tulajdonképpen, amiről itt is ma már sokat hallottunk. Ami számomra megfogott ebben a kezdeményezésben, az, hogy ezt egy nagyon jó pontnak találtam a tudás megosztásra, mert számos jó példa érhető el a honlapon,
és mindemellett egy útmutatót, egy egész kézzel fogható, jól használható útmutatót ad a könyvtáraknak arra, hogyha szeretnének a fenntarthatósággal intézményesített keretek között foglalkozni, akkor hol induljanak neki, milyen tevékenységeket lehet érdemes végig gondolni ezen a téren, és tényleg egy ilyen nagyon kézzelfogható gyűjteménye van a kipróbált programoknak és tevékenységeknek. Ugye itt is megjelenik az a hármas tagolása a fenntarthatóságnak, a környezetvédelem, a gazdasági megvalósíthatóság és a társadalmi méltányosság. Itt a gazdaság kapcsán szerintem a ChatGPT is felhozta ezt a hármas tagolást, azt szerintem mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a gazdasági fenntarthatóság önmagában nem teszi legitimmé egy szervezet működését. Tehát ezt nem tudom, hogy a ChatGPT aztán kifejtené-e, vagy nem, de hogy ez vállalatoknál szokott nyilván kardinálisabb kérdés lenni, de önmagában a gazdasági fenntarthatósága az még nem teszi alkalmassá arra a szervezetet, hogy azt mondjuk róla, hogy ez fenntartható, úgyhogy ezt így érdemes szem előtt tartani. És akkor egy pár könyvtári jó gyakorlatot hoztam még pár diában, ez csak tényleg szemezgetés, ami sok szempontból megjelenik, hogy ezek a gyakorlatok a mindennapi életünk környezettudatos, vagy egyenlőség, diverzitást, értékét figyelembe vevő megoldások, vagy ezt elősegítő megoldások. Például kulacsújra töltő állomásokat lehet találni a Széville könyvtárban, vagy a könyvtárak helyszínt adnak olyan fontos társadalmi diskurzusoknak, mint mondjuk a pénzügyi edukáció, hogy ehhez helyet teremtenek. Fontos szerintem, hogy speciális programok van elérhetőek hátrányos helyzetűek mozgássérültek számára. Ugye a közösségi kert, az több helyen megjelenik, nyilván ennek akkor van létjogosultsága, hogyha ehhez az infrastruktúrális adottságok megvannak. Ami nekem kifejezetten tetszett, az a vetőmagkönyvtár, ami igazából a hazavihető vetőmagok után majd azt várja el a résztvevőktől, hogy visszajuttassák a vetőmagokat a könyvtárba, és ugye számos kiállítás zajlik környezetvédelem, fenntarthatóság témakörében is, de azt gondolom, hogy ebben már az én tapasztalatom szerint is a hazai budapesti könyvtáraknál is látunk számos jó példát is. Én azt gondolom, hogy összességében azok a gyakorlatok, amik itt ennél a szervezetnél megjelennek, két nagyon fontos irányuk van. Egyrészt a szemléletformálás, és ezen a téren való lehetőségének, a kihasználásnak, a könyvtárnak, az, hogy sok embert elérnek, és sok fiatalt is elérnek mindezek között, és az infrastruktúrális adottságok, hogy ezek a könyvtárak jellemzően nálunk is így van, hogy központi helyen, jól elérhető helyen vannak, ahol sok mindenki tudja használni a szolgáltatásokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.